rendszeresen tart bemutatókat a Bosnyák téren, most már hagyományosan minden télen üzemelő ingyenes zuglói jégpályán, Világos Beáta, illetve a e, Bea Ice Dance Team csapata, ha jól mondom. Üdvözlöm Világos Beátát, a Bea Ice Dance Team vezetőjét itt a stúdióban, és hát az egyik versenyzőt, Pipek Beatrixot. Köszönöm, uh, a Mennyire népszerű sport manapság a korcsolyázás? Még régebben volt olyan időszak, amikor az embereket nem lehetett kirobbantani, ha a tévé valamilyen korcsolyás világversenyt közvetített, de talán manapság már egy kicsit más a, a helye az életünkben. Mit gondol erről? Igen, szerencsére sokkal népszerűbb lett a, a korcsolyás sport. Köszönhető ez az eredményes versenyzőknek, többek között a tracknek, a műkorcsolyának, a jégtáncnak és természetesen a hók is beletartozik, úgy gondolom, hogy egyre népszerűbb, népszerűbb a sport, úgyhogy ennek köszönhetően természetesen a jégtánc is, mi egy kicsit jobban a jégtánc és műkorcsolyavonalat képviseljük. Hány éves kortól lehet jól megtanulni a korcsolyázást, illetve a, a jégtáncot? Mikor érdemes azt kezdeni? Ön mikor kezdte például? Én sajnos idős voltam, amikor elkezdtem, 13 az éves idős voltam. idős jelent? 13? 13. De ahhoz, hogy profi versenyző lehettem volna, ahhoz kicsit korábban kellett volna elkezdenem. Szóval, szóval célszerű olyan 4-5-6 éves kor körül elkezdeni. És a, a jégtánc az ugye persze szólóban is működik, de hát van páros verziója is, és talán az még látványosabb is, mint a szóló. Érdemes párban elkezdeni tanulni, tehát összeszokni valakivel, vagy inkább azt majd az élet hozza, hogy ki legyen az ember partnere egy-egy ilyen táncprodukcióban. Hogyna, hogyha az embernek lehet egy partner, ez egy hatalmas lehetőség, és rengeteg kaput nyit meg előtte. És nekem is volt egy partnerem, három-négy, hár, inkább négy évig korcsolyáztunk együtt, kiutottunk nagy versenyekre is, úgyhogy voltak eredményeink, egy hatalmas élmény volt a életemben. Aha. De hogyha egy ilyen partnerrel megszűnik a kapcsolat, akkor, akkor össze kell rázódni egy újjal, és az nehézséget, meg talán egy kis is jelent. Főleg, hogyha van az embernek olyan szerencséje, hogy talál új partnert. Ja, hogy ez nem is annyira Egyszerűen feltétlenül. Mi vezette önöket akkor, amikor itt a bosnyák téren engedve gondolom egy felkérésnek, persze ilyen rendszeres bemutatókat tartanak. Úgy gondolják, hogy ez ez egyfajta közszolgálat, meg hát gondolom az önök egyesületének is hasznos. Hát igen lehetőség a gyerekeknek a szereplésre, hogy megmutassák magukat, hogy gyakoroljanak ez hatalmas élmény számukra, hogy a nézők tapsolnak, szeretik őket, úgyhogy ered nagyon nagyon aktívan készülnek nagyon szeretik nagyon örülnek, hogy jöhetnek, és hát én azt gondolom, hogy a gyerekeknek, a nézőknek, ugye sok gyerek nézi őket, meg felnőttek is, nekik is ez egy lehetőség, hogy, hogy élvezhetik egy kicsit a műkorcsolja sport szépségét. Előfordult már esetleg, hogy valaki ott állt a palánk mellett, nézte a produkciót, és aztán megkereste önöket azért, hogy egy kicsit elmélyüljön ebbe a sportba. Igen, Smereset, természetesen többen is megkerestek minket már, igen. Mennyire drága sport a jégtánc? Nem olcsó, de azt gondolom, hogy manapság már több sportág is nem annyira olcsó, úgyhogy most már nem tartozunk a legdrágább sportok közé szerencsére. E, azt gondolja az ember, hogy gondolom a, a fellépéshez való ruhák, egyáltalán a korcsolya, és hát ugyan a Bosnyák téri jégpálya az legalábbis a szezonban ingyenes. De egyéb esetben, hogyha valaki versenyszerűen sportol, akkor gondolom valami olyan jeget kell keresnie, amelyik egész évben működik, és az meg nyilván pénzbe kerül. Igen, természetesen. Úgyhogy minden csapatnak az a lényeg, hogy, hogy jéghez jusson, úgyhogy ez nem mindig egyszerű. A szövetség is támogatja a kicsiket, most van egy program, egy ideje hogy a kilenc év alattiaknak a korcsázását támogatja, és hát nagyobb korban meg az eredményesség alapján támogatja a szövetség a, a versenyzőket, úgyhogy ez is egy, egyfajta lehetőség, hogy a gyerekek többet korcsajázzanak, és természetesen akiknek ez nem adatott meg, hát ott meg megpróbálunk valami más megoldást találni, hogy mégis, mégis eleget tudjanak korcsajázni. Mennyi idő kell ahhoz, hogy, hogy élvezni lehessen a jégtáncot aktív szereplőként, jégtáncosként? Tehát mennyi idő után uh, alakul úgy egy, 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 sportoló, hogy már, már nem arra figyel, hogy ne bukjon orra, hanem, hanem elkezd élvezni? Szerintem az első pillanattól kezdve lehet élvezni, hiszen az együtt dolgozása a partnerrel, ez hatalmas élmény. És mennyi idő kell ahhoz, hogy úgy érezze, hogy már egy bemutatón is részt vett? Tehát nem az alaplépésekről van szó, hogy egyáltalán tud előre menni, meg tud állni, meg be tud kanyarodni, hanem valami művészi értéke is van annak, amit a jégen alakít. Ahhoz körülbelül kettő-három év minimum szükséges. És milyen gyakori edzésekkel érhető ezzel? Nyilván a legjobb az, hogyha minél több edzés lehetőség van, de azért a heti minimum az ilyen öt edzés. Heti öt? Tehát ez az azt jelenti, hogy szinte minden, minden munkanap. Ön gondolom, hogy még iskolás, talán. Igen, egyetemre járok. Ez azt jelenti akkor, hogy gyakorlatilag minden nap a, a, az egyetem vagy a tanulmányok után irány a jégpálya? Hát szinte igen, jelenleg heti négy edzésünk van, régenben volt öt is. Lesz-e még bemutatójuk a Bosnyák téri uh, korcsolyapályán a mostani igen, szezonban? Igen, 15-én. Uh, december 15-én, tehát az előttünk álló igen. Uh, vasárnap, az, vasárnap jól számolom. Igen, Úgyhogy e szeretettel várunk mindenkit. És aki esetleg máshogy is megnézni önöket, találkozhat önökkel valahol még? Hát januárban a műjégpályán is fogunk bemutatózni, még a és aki versenyzőként szeretne csatlakozni, akkor itt keresse meg Önöket, vagy van esetleg egy honlap, vagy hát Facebook igen, oldal? A, igen, 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 Steam néven van Facebook oldalunk is, és, és honlapunk is természetesen. Akkor köszönöm szépen, hogy eljöttek, Önöknek jó korcsolyázást, nézőinknek pedig jó szórakozást kívánok!